Ujjongjatok az Úr előtt, az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és az ő legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, énekeljük a 90. Zsoltár első versét, himnusz Zsoltárunkat, Te benned bíztunk elejétől fogva. Helyét a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet közösségét, és különös tisztelettel és szeretettel gyülekezetünk megválasztott presbitériumát és gondnokát, családtagjaikat, és gyülekezetünk hosszú időn át szolgáló főgondnokát, gyülekezetünk tiszteletbeli örökös gondnokát. Isten tiszteletünk sok szempontból különleges, hiszen a mai Isten tisztelet az új presbitérium és gondnok fogadalomtételének alkalma, és egyúttal böjti úrvacsoravételünk alkalma is, amely bár eredetileg böjt első vasárnapján lett volna, most böjt második vasárnapján vehetjük magunkhoz a szent jegyeket. Különleges az alkalom abból a szempontból is, hogy nem a gyülekezet elnök lelkipásztora Berkesi Gábor áll most az úrasztalánál, aki sajnos a tegnap délután belázasodott, és ágyban fekvő betegként próbál gyógyulni, és minél gyorsabban visszatérni közénk. Ez most egyfelől egy kompromisszum, számomra egy különös megtiszteltetés, hogy ebben a fontos gyülekezeti alkalomban igyekezhetek jó szolgálatot végezni. Ma Isten tiszteletünk rendjében imádságunkat követően rövid igei köszöntés fog hangzani, majd sor kerül a fogadalomtétel ünnepi alkalmaira, és egy áldó, egyben átvezető éneket követően az úrvacsorára fogunk hangolódni. Különleges Isten tisztelet, azt hiszem, hogy minden különlegességet elsoroltam, de ha a testvérek még valamit észrevesznek, akkor ez is majd gyarapítja ezeknek a különlegességeknek a sorát. Hajtsuk meg tehát fejünket, és helyünkön ülve maradva csöndesedjünk el imádságra.
Köszönjük, Urunk, hogy téged ünnepelhetünk, neked adhatunk hálát, és megköszönhetjük azt, hogy időről időre megtapasztalhatjuk a te elhívó kegyelmednek és kiválasztó szeretetednek a csodáját, hogy elhívsz embereket arra, hogy neked szolgáljanak, felkészítesz erre családokat. Köszönjük, hogy adtál a gyülekezetünknek is ahhoz bölcsességet, hogy kik azok, akiket megválaszthatunk, akiknek bizalmat adhatunk. És köszönjük, hogy te vagy az, aki igazság szerint kezedben tartod a te nyájadat. Te vagy a jó pásztor, Úr Jézus. Részünk lehet abban a megtiszteltetésben, hogy az Isten országának építésében munkatársaiddá lehetünk. Mindnyájan keresztjén szolgálatunkat végezhetjük ebbe a világba, némelyek pedig különleges megbízást is kaphatnak. Köszönjük a te felkészítő kegyelmedet, erődet és szeretetedet. És köszönjük, hogy ma is könyöröghetünk azért, hogy a te lelked ereje legyen jelen mi közöttünk. A te szent lelked tegye az emberi szavakra azt a pecsétet, amely által ezek a szavak ígévé lehetnek. Teremtő szóvá, újjáteremtő szóvá, iránymutatássá és bátorítássá. Ezért arra kérünk, légy jelen ezen az Isten tiszteleten is, áldj meg bennünket. Erősítsd az erőtleneket, bátorítsd a bátortalanokat, készítsd fel az ifjakat, áld meg a hídben előttünk járókat. Könyörgünk lelki pásztorunkért, te adj neki gyógyulást, erőt és türelmet betegségének viseléséhez. Te áldj meg mindnyájunkat, szentelj meg, légy jelen ezen az Isten tiszteletünkön is kegyelmeddel. Amen. Isten igéjét olvasom, és a Szentlélek áldó jelenlétét kérve és remélve hirdetem a gyülekezetnek. Ez az ige pedig megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetében, a 20. rész 28. versében. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett. Szeretett kedves testvérek, kedves gyülekezet! Varga Ferenc Illés, dr. Vajda László, Szűcs Attila, Szőnyi Endre, Szmerka Gergely, Szanyi Árpád doktor, Szántai Balázs, Szabó Attila, Somogyi László, Somogyi Kristóf, dr. Prohászka Zoltán, dr. Pálóci Attila, Nagy Sándor, Nagy Kázmér, Mátyás Imre, Lór Ferencné, Köves Pataki László, Koronka Lajos, Komjáti István, Kis László, Kerekes Barnabás, Horváth Éva, Gulácsi Zsolt, Farkas Gábor, Dénesi Tibor, dr. Csoportné Fekésházi Márta, Borsi László, ifjabb Borsi László, Berecki Éva, és akik nincsenek közöttünk, Tamás Bertalan és dr. Bálintné Matyó Csilla. Felsoroltam azoknak az embereknek a nevét, akikért ezen a mai istentiszteleten közben járó imádságot szeretnék kérni. Hiszen az Isten tiszteletünk
arra is iránymutatás lehet, hogy miként tudunk a mi ima életünkben eleget tenni az imádságunk felelősségének. Nem igazán nagy kihívás meglátni a szükséget, amikor szenvedést látunk, amikor emberek gyöngeségével és betegségével szembesülünk, amikor gyásztól elgyötört arcú embereket látunk. De vajon könnyű-e a vezetőinkért is imádságot mondani? Azokért, akik talán nem küzdenek ilyen szemmel látható szenvedéssel, bár ezt sem tudhatjuk, de van a vállukon teher, felelősség, olyan súly, amit hiszünk, hogy Isten szent lelke helyezett a vállukra. A közösség vezetésének a szolgálata. Azt mondja Pál apostol, írja Timóteusnak, tartassanak könyörgések minden emberért. Mindazokért, akik fáradoznak a gyülekezetben, mindazokért, akik a népnek vezetői, mindazokért, akiknek vagyont adott az Isten, és ezáltal valami különleges felelősséget is helyezett a vállukra minden emberért, és ne csak a nyomorúságot és szükséget látókért. Miért kell imádkoznunk? Nos, azért, mert a mi presbitériumunk egy különleges feladatot kapott az Úrtól. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett. Szép és súlyos szavak. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. És ha ezt el akarjuk végezni, hittel és jó lelkiismerettel, az nem megy egyedül. Ahhoz kell a mi családunknak a támogatása. Kell az ő hátterük, és kell az egész gyülekezetnek az imádsága. Mikor megtapasztalhatom azt, hogy lejövök a szószékről, és egyesek odalépnek hozzám, és beszámolnak arról, hogy áldást jelentett, amit mondtam, mindig eszembe szokott jutni az a néhány ember, az a néhány asszony, aki újra meg újra fölhívja arra a figyelmemet, mi imádkozunk a szolgálatodért. Mindig annak a biztos tudatában mehetek bele a szószéki szolgálat feladatába, hogy van háttere a szolgálatomnak. A presbitériumnak olyan döntéseket kell hoznia, ami hozhat stabilitást és hozhat változást a közösségünknek. Olyan döntéseket kell hoznia, amelyért viselnie kell a felelősséget. Olyan döntést kell hoznia, amelyet a Szentlélek vezetése alatt hoz. És ez nem megy akkor, ha nem érezzük annak a hátterét, hogy velünk van a gyülekezet. Hogy nem válik el két réteg egymástól, a vezetőkké és a vezetetteké. Együtt kell haladnunk ezen az úton, testvéreim. Mi az a feladat, amit a presbiterekre bíz az Úr? Ezt olvastuk, gondot viselni a nyájra. Gondot viselni a nyájra pedig azt jelenti, hogy megóvni a nyájat. Az eredeti szövegben olvasható szó azt jelenti, hogy megvédeni azt a közösséget, amelyet ránk bíz az Isten. Őrt állni, elkergetni a támadásokat. És hát persze Pál korában ez jelentett nagyon sok mindent, védeni a tévtanítók összezavaró tevékenységétől a gyülekezetet, óvni a konfliktusok támasztotta széthúzástól a közösséget. De egy bizonyos gondoskodni és megóvni hívott benneteket, presbiter testvéreim, az Isten, hogy szolgálatban álljatok. Mikor egy gyermekre vigyáz valaki, az sem csak azt jelenti, hogy megóvja a testi épségét,
hanem bizony jelent gondoskodást, uzsonnaadást, megetetést, lefekvéshez előkészítést, akár egy esti mese elolvasását, az ő problémáinak a megbeszélését, bíztatást, akár egy közösen elmondott imádságot is. Nem csupán örködnötök kell tehát, nem csupán fenntartani a jó rendet, biztosítani a törvényes kereteket, hanem ahogy kaptatok Istentől ajándékot, a ti szíveteket, lelketeket, türelmeteket, kedves szavaitokat, kérdéseiteket, melléállásotokat is adnotok kell a ti szolgálatotokba. Nyilván ez akkor lehetséges, hogyha ti ezt a szolgálatot szeretetből végzitek. Egy gondoskodó, egy óvó szeretet munkálkodik bennetek, mikor a templomra, a gyülekezetre, a közösségre, a mi ügyeinkre gondoltok. Ahogyan egy anya szereti a gyermekét, hát nektek is legyen egy kicsit ez a közösség, ez a templom, a Pozsonyi út a gyermeketek. Óvjátok, szeressétek, és viseljetek gondot erről a közösségről. Nagyon tetszik az a szellemiség, amit már többször is hallottam, amikor szakembert kerestünk egy-egy lakásfelújításhoz. Valljuk meg, ez eléggé nagy lutri tud lenni, hiszen vannak, akik nagyon szépen dolgoznak, és vannak, akiknek a hozzáállását látva az ember azért imádkozik, hogy ne okozzanak nagyobb kárt, mint amit elhárítani jöttek. És ezekben az ajánlásokban szinte egy visszatérő szólam szokott lenni sok esetben, ő úgy dolgozik, mintha magának csinálná. És ez jelenti azt, hogy felelősséggel, szeretettel, igényesen, szépen, becsületesen és precízen. Érezzétek magatokénak ezt a közösséget. Kitől kapjuk a feladatunkat? Talán a lelkésztől, vagy a gondnoktól? Lehet, hogy lesz ilyen eset, hogy a gondnok vagy a lelkész megkér benneteket arra, hogy valamiben segítsetek. De az ige szerint Isten szent lelke helyezett ennek a közösségnek a vezetési szolgálatába benneteket. És ez azt is megmutatja, hogy a gyülekezet valódi vezetője az, aki megbízza az ő munkatársait, azaz Jézus. Ő a fej, mi néki tagja, ő a fény, mi színei, szoktuk gyakran énekelni, és ezt ne felejtsük el. Nem nekünk kell vezetnünk, nem nekünk kell eldöntenünk. Nem a saját indítatásainkért kell harcolnunk, hanem a mennyből kapott koncepciót kell megvalósítani. Mert ő vezet, te általunk. És ez egy fantasztikus csoda, hogy Isten nem valami mennyei direktívát küld, nem küld egy e-mailt a gyülekezet címére, hanem megbíz embereket, és elkezd dolgozni a szívükben. És múlik az ő odaszánásukon, az ő engedelmességükön, azon, hogy hogy tartják tisztán a szívüket, tudnak-e csöndben lenni és meghallani az Úr hangját. Mekkora dolog, amikor el tudunk csendesedni. Csak nagyon röviden hadd emlékeztessem a gyülekezetet Illésnek a történetére, aki annyira elkeseredett azon, hogy a nép, a király mennyire ellene dolgozik, hogy meg akart halni bánatában. És Isten magához hívta egy hegyhez. És ezen a hegyen mindenféle természeti jelenség történt. Volt ott földrengés, villámcsapás és tűz is fellobbant. De refrénszerűen ismételgeti az ige. Isten nem volt ott a viharban, nem volt ott a földrengésben, amitől ropogott a szikla, nem volt ott az emésztő tűzben, hanem mikor mindezek a jelenségek elvonultak, megszólalt egy csöndes hang. Isten nem kiabál túl bennünket. Megvárja, amíg elcsendesedünk. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek áldott csöndjeitek. Nem menedzserek vagyunk, hanem vezetők. És az a különbség, hogy nem kiosztjuk a feladatokat,
hanem mi is, ahogy bennünket Isten megtalált és munkatársává fogadott, mi is megtaláljuk azokat a munkatársakat, akikkel együtt tudunk dolgozni. Nem az a feladatunk, hogy uraljuk a helyzetet, hanem az a feladat, hogy együtt megoldjuk a problémát. Nem az a feladat, hogy mi oldjuk meg mások helyett a problémát, hanem hogy motiváljuk a közösséget, tartsatok velünk, csináljuk együtt, fogjunk bele valami újba, ami előre tudja vinni a mi közösségünket. Szokták mondani, hogy az emberi kapcsolatok nagyon sok esetben nem egyenrangúak. Vannak a vezetők, meg vannak a beosztottak. Vannak az orvosok, és vannak a betegek. Vannak a tanárok, és vannak a tanítványok. És kicsit jó is az alávetett szerep, hiszen rábízhatjuk magunkat arra, aki fölöttünk áll, ő dönt helyettünk, ő felelősséget visel, ő vigyáz ránk, ő döntést hoz. És valami hasonló helyzetben vagytok ti is. De ez nem azt jelenti, hogy elemelkedünk őtőlük. Közöttük kell járnunk. Megrendítő példa számomra az az ember, akinek a neve be is járta az elmúlt hetekben, elmúlt napokban a világsajtót. Aaron Freisnek hívják ezt az úriembert, Amerikában élő tanár, edző, egy biztonsági őr volt. Az volt a feladata, hogy vigyázzon az iskola diákjaira, és amikor véget ért a tanítás, akkor edzéseket tartott a futball csapatnak. Aztán egy szép napon az egyik elcsapott diák egy fegyverrel a kezében jelent meg, és többeket agyonlőtt a diákok közül. Ez a tanár azonban nem elkülönülve volt, hanem a diákok között járt, olyannyira, hogy több diákot a saját testével védett, és bár ő a lövésekbe belehalt, nagyon sokakat megmentett. Most ne azt halljuk ki ebből, hogy nekünk bele kell halni a szolgálatba. Értjük, hogy nem erről van szó. De akkor tudjuk megóvni a közösséget, és akkor tudjuk gondját is viselni, ha köztük járunk, ha látjuk a veszélyeket, és ha megpróbáljuk akár a testünkkel is megóvni őket. Jézus példázata szerint ez különbözteti meg a jó pásztort a bérestől. A béres, jön a medve, hát futásnak ered, majd felfogad más. A pásztornak viszont sajátjai a juhok, ő szembeszáll a medvével. És ezzel rátérhetünk arra, hogy milyen is ez a feladat lényegét tekintve. Ez a feladat pásztori feladat. Legeltessétek a nyájat, de nem akármilyen nyáj ez. Minden nyájnál értékesebb ugyanis. Nem pénzért vásárolt nyáj. Nem aranyon vagy ezüstön megváltott nyáj, hanem Jézus Krisztus drága vérén megváltott nyáj. Csodálatos dolog. Jézus Krisztus szerez magának egy közösséget, bennünket, és azt mondja, hogy pásztoroljátok, legyetek a munkatársaim, csináljuk együtt. És a pásztorra jellemző az, hogy megismeri anyáját, és megismerteti magát a nyájjal. Kerüljetek közel a nyájhoz. Ugyanis a pásztorok az akkori keleten sokszor úgy legeltették a nyájat, hogy több pásztor is kivezette a maga nyáját a legelőre, hiszen a legelőkből kevesebb volt, mint nyájból, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor véget ért a legeltetés ideje, mindegyik pásztor elkiáltotta magát, és mindegyik juhocska elindult az ismerős hang felé. Amikor mi együtt szeretnénk dolgozni a gyülekezettel, az csak akkor lehetséges, ha ismerik a hangunkat, ha ismernek bennünket. És hát nem kell messzire menni, példáloztam én a szülői szeretetnek a vonatkozásával is. Hát mindnyájan kivittétek már szülők a gyermekeiteket, vagy az unokákat a játszótérre. És hát a játszótéren sok-sok gyerek volt. De amikor ideje volt hazamenni, és elkiáltottátok magatokat, akkor remélhetőleg a saját gyermeketek indult el a hang irányába, illetve hát remélhetőleg elindult a hang irányába. Ez időnként egy kicsit nehéz tud lenni,
De azért fölkapja a fejét, azért tudja, hogy neki szól ez a hívás. Ismerjük meg egymást, közeledjünk egymáshoz. Ez nem olyan könnyű dolog. Vidéken, egy kis faluban kínos mértékben ismerik egymást a felek. Mindent tudnak egymásról. Az élettörténetet, a házasságot, adott esetben a kis svindliket, meg még olyan dolgokat is, amik meg se történtek, csak jól hangzanak. Pesten ez egy picit nehezebb dolog. Meg kell ismernünk egymást, meg kell szólítanunk egymást. De jó ez, ha van erre ajándékunk, hogy bizalommal közelítsünk egymáshoz. Őrállók, pásztorok vagyunk egy olyan nyáj felett, és talán egy kicsit kikérnétek magatoknak ezt a pásztor megnevezést, hiszen ahhoz vagyunk szokva gondolatilag, hogy a pásztor az a lelkész. Mi pedig, hát, presbiterek vagyunk, vének vagyunk, tapasztaltak vagyunk, bölcsek vagyunk. De Pál idején ez a két kifejezés még nem válik el ilyen határozottan. Olyannyira nem, hogy az őrálló szó helyén az eredeti szövegben nem a presbiter, hanem az episzkoposz áll, ami a lelkészi posztnak, vagy lelkészi szolgálatnak a megnevezése. Mit is jelent ez? Azt, hogy nem olyan élesek a határok, mint gondoljuk. Az, hogy nekünk is lehet olyan helyzetünk, hogy tanítunk, és a lelkész is közel lép a gyülekezethez. Az, hogy nem csak egy lelkész imádkozhat azzal együtt, akinek fájdalma van, hanem ezt nyugodtan egy presbiter is magára vállalhatja. Azt, hogy mi tényleg teljességgel munkatársak vagyunk, és lelki téren mi ugyanazt a munkát végezzük, ugyanannak a munkának egy-egy szeletéért felelünk. Természetesen az egyházjog megkülönbözteti a feladatköröket, kijelöli a kompetenciákat, és ez jó is, jól is van így. De a lelki koncepció, ami a szemünk előtt van, az legyen az, hogy mi egy lelki munkát végzünk. Nem válik el, hogy enyém a bal sarka, a lelkészé, meg a jobb sarka, vagy fordítva, hanem ugyanannak a munkának különböző szeletei együtt összeállva lesznek azzá, amit mi a nyáj pásztorolásának nevezhetjük. Adott tehát a küldetésünk, adott tehát a feladatunk, szolgáló vezetés, Isten szent lelkének megbízását teljesítve. És egyben egy imádkozó gyülekezet, egy a pásztorok szavára mozdulni kész gyülekezet, és a mozdulás lehetőségét kész gyülekezet. És így együttműködve, Isten népeként, Isten nyájaként lehetőségünk van az ő dicsőségére szolgálni, és az ő dicsőségére élni. Amen. Elmondtuk azt, hogy a mai nap különleges alkalom, hiszen fogadalmat tesz az új presbitérium. Ezért arra kérem, hogy álljanak most ki az úrasztala mögé, én oda fogok lépni oldalvást, hogy senkinek se legyek háttal, ám de senkivel sem leszek szemben, de kérem, hogy fogadjuk el most ezt a kompromisszumot, úgyhogy kérem, hogy jöjjenek a presbiterek a megbeszélt rend szerint, és álljunk fel a fogadalomtétel. Kedves testvéreim, a fogadalom tétel előtt néhány kérdést szeretnék föltenni nektek, melyre jó lelkiismeret szerint válaszoljatok. Miután egyházközségünk benneteket presbiterekké, illetve gondnokká választott, megkérdezem, ismeritek-e az egyházi törvények
és szabályrendeltek presbiterekre, illetve gondnokra vonatkozó rendelkezését. Ha igen, feleljétek, ismerem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Kérdezem másodszor, hajlandóak vagytok-e adott szavatokkal, határozott kijelentésetekkel magatokat e szolgálatra elkötelezni, a határozott kijelentés annak szellemét követve, melyet Krisztus úgy hirdetett meg, ne tegyetek esküvéseket sem az égre, sem az Isten nevére, hanem a ti igenetek legyen igen, és a ti nemetek legyen nem, és így kijelentésetekkel elkötelezve készek vagytok-e szavatokat adni, hogy magatokat elkötelezitek a presbiteri és gondnoki tisztséggel járó feladatok teljesítésére. Ha igen, feleljétek, Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen. Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen. Miután szándékotokat kijelentettétek, most kerüljél sor e kijelentés kimondására, helyezzétek jobb kezeteket szívetekre, és úgy mondjátok a fogadalmat, a gyülekezetet pedig megkérem, hogy állva hallgassa meg az új presbitérium és gondnokunk fogadalomtételét. Most tehát kérlek benneteket, hogy szép sorba nevetek elismétlésével mondjátok az alábbi fogadalomtételt. Én Berecki Éva, Borsi László, Borsi László, Csoportné Fekés Házi Márta, Dénesi Tibor, Farkas Gábor, Gulácsi Zsolt, Horváth Éva, Kerekes Balgamás, Mátyás Imre, Úr Ferencné, Peta Kirászló, Korokoros, Fonyák István, Kis László, Hagykázom, Nagy Sándor, Pálóci Attila, Rohácka Zoltán, Somogyi Kristóf, Simogyi László, Szabó Attila, Szántai Balázs, Szonyi Árpád, Szmerta Gergely, Szőnyi Endre, Szűcs Attila, Majna László, Harkatáncérés. Kijelentem a Szent Háromság Isten színe előtt. Kijelentem a Szent Háromság Isten színe előtt. Hogy a tisztségemmel járó kötelességeket, hogy a tisztségemmel járó kötelességeket, és feladatokat, és Isten dicsőségére, egyházunk épülésére, és népünk javára, a magyarországi református egyház rendjében, szolgálatként teljesíteni igyekszem. Ehhez Isten segítségét kérem. Ehhez Isten segítségét kérem. Ámen. Ámen. Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. Ámen. Foglaljál helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg gondnok úr szavait. Áldás békesség! Berkesi Gábor nagy tiszteletű úrnak jobbulást kívánva, az ő nevében szeretettel átadnék emlékoklevelet az eddigi nagyszerű munkáért, sok tíz éves munkáért Jenő bátyánknak, Barátosi Jenő főgondnok úrnak.
és két Laci bátyánknak, Borsi Lászlónak és Köves Pataki Lászlónak úgy szintén. És ezek után szeretnék egy oklevelet és egy kis könyvet adni az új presbitérium minden egyes tagjának azért, hogy az előre köszönet tudjak adni az áldott munkáért, amelyet fognak tenni. Rendszerint némi hibát vétettem, de remélem, hogy a megbocsátás légkörében végezhetem ennek ellenére tovább a szolgálatomat, hiszen az én megtisztelő tisztem lehet az, hogy köszöntsem gyülekezetünk gondnokát, és ennek az emléklapnak az átadásával sok áldást kérek az ő munkájára, erőt és békességet és türelmet, és a lélek valamennyi ajándékát, amire szükség van, hiszem, ennek a szolgálatnak áldott végzéséhez.
Presbiter testvéreink megmutatták, hogy erősek a helytállásban. Köszönjük az ő kitartásukat, foglaljanak most már ők is helyet körünkben. Készüljünk az úrvacsora közösségére, és egyben kérjünk áldást presbitereinkre és egész közösségünkre. Énekeljük 134. zsoltárunk verseit. Úrnak szolgái, mindnyájan áldjátok az Urat vígan. Segítségünk, úrvacsorai közösségünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő mi érettünk megszületett, meghalt és feltámadt szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek ereje által. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus az úri szent vacsorát, melyet legbővebben Pál apostol ad elénk az első korintusi levél 11. részének 23. és azt követő verseiben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta. E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az elmúlt héten hallhattuk, hogy a böjt egy olyan különleges időszak, egy olyan belső út, amelynek a fokozatain végighaladva igazán előkészülhetünk arra, hogy szembenézve Krisztus keresztjével, bűneinkkel és nyomorúságainkkal, megváltásra szoruló életünkkel, ott meg tudjuk vallani, ami bennünket terhel,
és az ő feltámadását látva oda találjunk a húsvét örök reményéhez, a magunk feltámadásának ígéretéhez. A keresztény hit lényege húsvét, ennél többet és ennél kevesebbet sem szabad mondanunk. Adjunk hálát, hogy ebben a felkészülési időszakban is magunkhoz vehetjük bőjt második vasárnapján a szent jegyeket, és bűneinkre, nyomorúságainkra pedig kérjük imádságban Isten bocsánatát. Imádkozzunk! Urunk, talán sokszor megszámlálni sem tudjuk, hogy mennyi bűn és nyomorúság terheli a lelkiismeretünket, a szívünket. Mennyi minden van, ami elvonja a figyelmünket a te hangod meghallásáról. És mennyi olyan szavunk, mennyi olyan tettünk, mennyi olyan feledékenységünk, mulasztásunk van, és mennyi olyan hangosan dolgozó gondolatunk, amely nem a te szeretet parancsod szerint való cselekvésre készített bennünket, veled szemben sem, és az emberekkel szemben sem. Hányszor vétünk az ég ellen, és egymás ellen mindezek révén. De hisszük és valljuk, Urunk, hogy nálad van bocsánat, te vagy a mi személyes megváltónk, szabadítónk, megmentünk, és te vagy a mi pásztorunk, akire rábízhatjuk az életünket. Te látod a mi állapotunkat, összetörettetésünket, nyomorúságainkat, betegségeinket. Gyógyíts meg, vigasztalj meg, újíts meg, erősíts és bátoríts bennünket, Urunk. Könyörülj rajtunk, és teremts bennünk új és tiszta szívet, amely érted dobog, téged dicsér, és neked szolgál. Amen. Hallotta a mi Urunk a bűnvallásunkat, most azért tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Én a ti hitetekben nem kételkedem, testvéreim, de Anyaszent Egyházunk rendje szerint még két kérdést hadd tegyek fel nektek, amelyre hitetek és lelkiismeretetek szerint feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, testvéreim, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket, szolgálatotokat ugyanjátok fel Istennek, hogy minden munkátok az ő dicsőségére és az Anyaszent Egyház megerősödésére szolgáljon. Ha igen, felejétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája,
Hirdetem a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk és Istenünk ingyen kegyelemből mindazoknak, akik tőle ezt hívő szívvel kérik, és alázatos lélekkel elfogadják. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet, és mi, akik méltán előkészültünk az úrvacsora jegyeivel való éléssel, élésre járuljunk a kegyelem királyi asztalához. Gyülekezetünk jól megszokott rendje szerint a lelkész bal keze felől indulva, és a mi úrvacsora vételünket kísérje a mi csöndes imádságunk és az orgona vezetése szerinti éneklésünk, kezdve 457. dicséretünk éneklésével.
Testvéreim, íme így szerezte a mi Urunk Jézus az úri szent vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, az első keresztjének, és 2018 böjtjének második vasárnapján az Úr kegyelmének köszönhetően mi magunk is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket, éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Hallottuk az apostol biztatását, Isten adjon erőt, hogy ebben a szolgálatban gyülekezet és presbitérium együtt tudjunk működni és szolgálni az ő dicsőségére. Adja Isten, hogy ez az Isten tisztelet is áldássá lehessen az életünkbe, és hogy tudjunk mindenkor hálásak lenni iránta. Minden könyörgésünket, imádságunkat és hálaadásunkat foglaljuk bele abba az imádságba, amelyet maga Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet. Hirdetem, testvéreim, hogy azzal a bizalommal készülünk a jövő hétre, hogy alkalmainkat megtartjuk. Hétfő este 6 órára várjuk a bibliaórás csapatot, 7:30-ra a felnőtt konfirmandusokat, szerdán délelőtt 10 órára nőtestvéreinket bibliaórára, este 6 órára pedig áhítatra a közösséget. Hívjuk fiataljainkat, azokat a fiataljainkat, akik konfirmációra készülnek, közelebbről is pénteken 3 órára, és azokat a fiatalokat, akik pedig rendszeres vagy azzá váló tagjai lehetnek az ifjúságnak, pénteken 5:30, valahogy így kezdve a mi alkalmunkat. Az istentisztelet előtt jutott tudtomra, hogy gondnokunk, Jenő bácsi felesége éppen 2 évvel ezelőtt hunyt el. Sok áldást tapasztaltak ők meg együtt. Egy csodálatos, együtt leélt élettel ajándékozta meg őket az Isten. És hát aki megajándékozott, az sokszor másokat is megajándékoz. Általa is, házasságuk által is sokak megajándékozottá válhattak. Az ilyen elválás mindig fájdalmas, de hisszük a feltámadás ajándékát és a viszontlátás örömét. Ezzel együtt is, ebben a világban ez sokszor elhordozhatatlan teher számunkra, csak Isten vigasztalását remélhetjük,
Ezért is imádkozunk, és kérünk vigasztalást Jenő bácsinak, családjának, erősítse őket az Úr. És imádkozunk minden betegünkért, aki ágyban fekszik, így nagy tiszteletű Berkesi Gáborért, akit most helyettesíteni hivattam, de hiányát megéreztük, és szeretettel várjuk őt vissza megerősítve a szolgálatába. Van, aki kórházban van, van olyan testvérünk, aki infarktusból lábadozik Balatonfüreden. Isten áldjon meg minnyájunkat, erősítsen, bátorítson, és kísérjen a mi utunkon. 462. dicséretünk ezért mondott imádság, ezt énekeljük áldás vétele előtt. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Legyen Isten áldása a mi életünkön, szolgálatunkon, Isten vezessen bennünket az utunkon. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!